Szeretettel köszöntöm a Hitélet nézőit. Ma folytatjuk a Zán Fábián Sándor kárpátai református püspökkel múlt héten megkezdett beszélgetésünket. Tartsanak velünk! Hogyan kezdték az idei évet, a 2023. évet? Mi lesz a 2023. évnek a vezérgondolata? Mi igyekszünk mindig őszinték lenni önmagunkhoz, és a statisztikai adatok azok rosszak, ezeket be kell látni és be kell vallani. Nem szabad hamis reményt ébreszteni senkiben, és a valós számokat, a lehetőségeket felmérve kell terveket készíteni, mert ha nem így készítjük el, akkor a tervek nem fognak megvalósulni, és az még csalódást fog okozni, az még rontja az emberek lelki állapotát. A felmérések, a gyülekezetekből beérkező statisztikai jelentések azok azt mutatják, hogy kevés volt a keresztelő, sok volt az elhalálozás. Azt mutatják, hogy a hittanos gyerekek száma csökkent. Az egyházkerületben több mint 1000 gyerekkel kevesebb járt hittanórára 2022. szeptemberétől. Ezért arra gondoltunk, és ismét a missziói bizottságnak a javaslatát fogadtuk el, hogy legyen a reménységéve. Háládatosak, hálásak vagyunk a reménységért, és a Jób könyvéből választottunk egy vezérigét a 14. rész 7. versszakából. A fának is van reménye, mert ha kivágják, akkor újra kihajt. És mi tudjuk azt, hogy mi a fánál, a mezőliliománál, az égi madaraknál sokkal értékesebbek vagyunk, drágábbak vagyunk az Istennek, akkor miért ne lehetne nekünk is reményünk? És ennek az ige szakasznak Jób könyve 14. részéből a 8. 9. vers is nagyon fontos, mert nem csak arról beszél, hogyha kivágják a fát, akkor újra kihajt és lehet reménye, hanem arról is beszél, hogyha a földben elhal az ő gyökere, és semmivé válik az ő csonkja, a víz illatától újra kihajt, és olyan lesz, mint egy csemete. Tehát ez az ige szakasz, ez több annál, hogy mi ilyen dolgokban reménykedünk, hogy egyszer csak a nagy találkozások pillanata jön el, amikor hazajönnek az unokák a még élő nagyszülőkhöz. Hanem ennél is több. Nem csak az, hogy befejeződik a háború, amiért imádkozunk, hogy végre véke legyen, hanem ez arról is beszél, hogy a mi nemzetünknek kilátástalan helyzetben is van reménye. Az egyháznak is. Tehát nem csak nagy közösségeket kell látni. A mi gyülekezetünkben még most is 1300-nál több felnőtt tag van Mezőváriban. De vannak gyülekezetek, ahol az elmúlt 5 évben már nem volt keresztelő, ahol már nagyon rég nem volt konfirmáció. Még az ilyen gyülekezeteknek is lehet reménye. Mert nem értettem én sokáig, hogy miért volt fontos az összeírás, amit mi a karácsonyi történetből hallunk újra és újra, ugye? Mi történne, ha egyszer el kellene mindenkinek menni a saját városába, a saját községébe, akik elszármaztak? Akkor a mi templomaink is tele lennének. Akkor sorba állnának a kenyérért az emberek, mert annyi sokan jöhetnének haza. Mert olyan sokszor Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán, de szerte Európában találkozok olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy én kárpátaljai gyökerű vagyok, én ungvári vagyok, én huszti vagyok, én técsői, én viski, nagyberegi, derceni, sorolhatnám tovább. És ilyen formában is van reményünk, de mi tudjuk azt, hogy ez a víznek az illata, az a Szentlélek jelképe a Szentírásban a víz, és hogyha az Isten lelke ránk fúval, akkor itt
a családokban majd megjelennek a harmadik, negyedik, ötödik gyerekek is. A jelenlegi kárpátaljai, de ukrajnai helyzetben, amikor éppen ebben a háborús helyzetben hoznak egy olyan törvényt, hogy az itt élő kisebbségek korlátozottan használhatják a saját anyanyelvüket iskolában, meg intézményekben. Mit tehet az egyház annak érdekében, hogy úgy nőjenek fel a gyermekek, hogy ne legyen idegen számukra az anyanyelv, és a magyar identitásukat meg tudják tartani? Hála legyen az Istennek, az egyháznak még sok területen nagyobb szabadsága van. A templomokban, bár nyilvános hely, de használhatjuk az anyanyelvünket. Tehát ha szükséges, akkor majd a liturgikus nyelvnek fogjuk nevezni, de az egyház is keresi mindig a megoldásokat, mondjam így, hogy a nagykapuk mellett a kiskapukat, hogy mit lehet, hogy lehet tenni. Már az elmúlt időszakban is az egyházi iskolák azért lehettek teljesen magyar nyelvű oktatási rendszerrel, mert magániskolákként szerepelnek, nem kapnak semmilyen állami támogatást. Nehéz, sok terhet jelent ez, de épp a Kárpát-medencei összefogás teszi ezt lehetővé számunkra, és itt nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy van egy Kárpát-medencei református oktatási alap, amiben az erdélyi iskolások és oktatási intézmények, a magyarországiak mind beletesznek egy kis pénzt, amiből összegyűl sokszor egy olyan összeg, amiből mi fejleszteni tudunk, ami a kritikus időszakban a működést ki tudjuk fizetni. Én úgy érzem, hogy a felelősségünk nagy, és a református óvoda, hogyha van hagyományőrző tudata, programja, akkor az azért kell, mert másfele már nincs erre tér. Azért van szükség a Magyarok Háza programra, azért van szükség óvoda-iskola programra, ami függetlenül állami finanszírozásoktól nagyobb szabadsággal bír, ahol a gyerekek valóban szünetben is magyarul tanulhatnak, vagy beszélhetnek, és nem csak a magyar nyelv és irodalom órán használhatják a nyelvet, hanem más tárgyokat is magyarul sajátíthatnak el. Ebben már most nagyon komoly korlátok vannak előirányozva, főleg 5. osztálytól felfelé a legtöbb tantárgyat hamarosan már nem magyarul adhatják elő a magyar pedagógusok, ami újra egy nagy kérdés, hogy lesz-e annyi pedagógus, hogy lehet ezt megoldani. Igazán ezek az oktatás, illetve nyelvtörvények, amelyek a magánszférát külön válasszák a társadalom nyílt területén, viszont már nagyon-nagyon sok aggályra adnak okot és korlátozást jelentenek, nincsenek átgondolva. Ezek egy elkeseredett és érthető az orosz agresszió miatt orosz ellenesség van benne, viszont más kisebbségeket is nagyon nehezen érint és sújt bennünket, és nem ismerik el azt, hogy mi őshonos lakosai vagyunk ennek az országnak, mert nem mi jöttünk ide, hanem az ország jött ide. Tehát ezt nem tudják figyelembe venni. Említette püspök úr azt, hogy van egy Kárpát-medencei oktatási alap, amiben mindenki lehetősége szerint az anyaországból, de a Kárpát-medence más részéből is beteszi a magáit. És most nagyon hangsúlyossá vált bennem egy gondolat, ami megfogalmazódott bennem, amikor először arra gondoltam, hogy eljövök Kárpátaljára. Mégpedig az, hogy Jézusnak a egyi beszédben van egy
nagyon lényegre törő, félreérthetetlen tanítása. Gyertyát nem azért gyújtunk, hogy a vék alá tegyük. És ez onnan jutott eszembe, hogy az itteni egyik kollégánk azt mondta, hogy gyertyát hozzunk, hogy mindenkinek este lehetősége legyen egy pici fényt gyújtani otthon. Tovább gondolva ezt a folyamatot, rájöttem azt, hogy hány gyertyánk van otthon a fiókban valahol elsikkadva, amire nem is gondolunk, nem is tudjuk, hogy mi ez haszontalanná vált számunkra. És olyan egyszerű mozdulattal, egy pici jó indulattal ezt a gyertyát aktivizálni lehet, és itt valakinek az életébe fényt tud vinni. Nem kell nagy áldozat ehhez. És itt most azt szeretném, hogyha a kedves nézőink arra figyelnének oda, hogy nem egy rendkívüli megerőltető lemondást és áldozatot kellene hozni azért, hogy a kárpátaljak életébe egy fénycsóvát vigyünk, egy láng, egy gyertyalángi fényt vigyünk, hanem csak egy egyszerű gesztust várunk el, vagy várnak el, vagy erre vágynak. És én arra kérném ezért, éppen ezért a püspök urat, hogy fogalmazzuk meg, vagy fogalmazza meg azt, hogy mi az a legszükségesebb, a legalapvetőbb dolog, amivel mi, erdélyi emberek, a kárpátaljai testvéreknek az életéhez úgy tudunk hozzájárulni, hogy egy picit élhetőbbé tegyük az önök életét. Egy mondatot hadd mondjak a lelki dolgokról. Számunkra nagyon fontos az összetartozás tudata. Számunkra fontos az, hogy tudjuk, hogy gondolnak ránk, imádkoznak értünk. Hát hadd mondjak néhány olyan példát a múltból, ami engem és a mi közösségünket megerősített. Például, amikor Gyulafehérváron voltunk. Nagyon megérintett engem, hogy a kárpátaljak megsegítésére kitették a perselyt, amit eljuttattak hozzánk. Amikor a nőszövetség a nőszövetségi alkalmait tartotta az elmúlt időszakban, és Erdély királyhágó mellé Horvátország összegyűjtötte a kis perselyét, és több ezer lejt hoztak el nemrég ide hozzánk. Ezek mind-mind könnyítették a mi terheinket, mert az emberhiány, a kapcsolatszegény, covidos évek, azok mind-mind gyülekezetet rombolók voltak. És a lelki kötődés egymáshoz, az imádság egymásért, az megnyilvánult adományokban is. És ezekről én hadd mondjak néhány dolgot, mert nagyon nagy kihívás volt számunkra például az óvóhelyek elkészítése. És minden iskolánkat tudtuk biztosítani, az óvodák nagy részét tudtuk biztosítani óvóhelyekkel ahhoz, hogy működhessünk 2022. szeptemberétől. És például az erdélyi magyar közösség, a református egyház hozzájárult például egy telekvásárláshoz, ahol egy iskolának építhetünk egy óvóhelyet. A Magyar Református Szeretett Szolgálat egy támogató összeggel járult hozzá, hogy elindíthassuk ezt a tervet. És ilyen kicsi dolgok, amelyek egy gyertya a nagy közösségben már többet is jelentenek, és nagyobb biztatást, nagyobb reménységet is adnak számunkra. Nagyon sok minden változott. A háború első heteiben mi azt mondtuk, hogy nagyon fontos, hogy a menekülők számára tudjunk ágyat biztosítani, ágynemű takarót. Utána hamar kiderült, hogy a mi kis készletünk az hamar elfogyott, utána élelmiszerre volt szükség. És olyan mértékű segítségre volt szükség, amit nem lehet teljesíteni. De minden adomány fontos volt. Hogyha öt embernek az élelmezését tudtuk adományokból biztosítani, már akkor az is jó volt, ha sokkal többnek is tudtuk, mert
nagyon sok támogatást kaptunk, amiért hálásak vagyunk élelmiszerben. Például van egy házi beteggondozó szolgálatunk, ahová Erdélyből jött hónapokon keresztül a szükséges eszközök a felnőttek számára, a pelenkák, az orvosi eszközök, a járókeret, a betegágyó lótszó akár az is, ami több száz embernek az életét tette elviselhetőbbé, könnyebbé a családtagok számára, akik az idős emberekről gondoskodnak, a szerettékről gondoskodnak, de a mi rendszerünket, a mi egyházi szolgálatunknak az ügyét is megkönnyítette, és mi ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen formában kaptunk támogatást. És valóban az áramfejlesztőktől kezdve a gyertyákig. Nagyon sokszor mi csak azt látjuk, ami nekünk hiányzik. Amikor egy családot elmegyünk meglátogatni, és bekerülünk olyan otthonokba, ahol úgy érezzük, hogy valamikor a 70-es, 80-as évek végén megállt az élet. Amikor már a 80-as években ott valaki öreg volt, nyugdíjas lett. És az az egyszerűség maradt. Ahol én jártam a tavaly olyan házba, több olyan idős embernél, ahol nem volt folyóvíz, nincs csap. Ahol még van a vizes lóca is rajta, a vödör, mellette a vas bádog, ami azt mutatja, hogy emberek nagyon egyszerűen, nagyon szerényen, nem igénytelenül, nagyon egyszerűen és nagyon szerényen élnek. Tiszták, de más az az élethelyzet. Egy ilyen háztartásban nem sok gyertya hányódik a fiókban. És hogyha valaki arra gondol, hogy az ajándékba, talán divatból, talán csak úgy, így mondom, romantikából kapott, vásárolt gyertyát, és azok ott valahol pihennek, várnak. Várnak arra, hogy egy napon betöltsék küldetésüket. Akkor, ha össze tudják gyűjteni, és el tudják juttatni Kárpát-Erdélybe. Mi nem tudjuk, hogy ennek a történésnek, amiben mi benne vagyunk, amiből szeretnénk elvonatkoztatni magunkat, de újra és újra érint bennünket, lelkileg is, testileg is. Nem tudjuk, hogy a felénél tartunk. Már leértünk a lejtő, a völgy mélyére, vagy még nem. Nem tudjuk, hogy én azt tanultam meg az elmúlt időszakban, én 96-ban jöttem haza, és nekem nagy váltás volt Debrecen után az akkori Ukrajna, úgyhogy egy évet Németországba tartózkodtam, és én onnan jöttem haza, és akkor is áramszünetek voltak, akkor is nehéz korszak volt. Nagy volt az a váltás. És én tudom azt, hogy most ez a helyzet, amiben vagyunk, kimondom, én megtanultam 96-tól, hogy nem szabad azt mondani, hogy ettől rosszabb már nem lehet. El akartam kerülni ezt a mondatot, de ki kell mondani. Ezért, ha most én azt mondanám, hogy nem vagyunk mi olyan szegények, hogy ne jusson egy-egy gyertyára, akkor ez igaz is, meg nem is. Mert mi is tudunk összefogni, és látom azt, hogy hadd mondjak egy példát, egy nagypaládi család elveszítette egy tűz eset miatt az otthonát. Egy egyszerű család. De nem volt anyagi forrásuk arra, hogy újjá építsék, hogy valamit tegyenek. Lassacskán, kicsi adományokból összegyűlt 9000 dollár azért, hogy vegyenek egy másik házat. És csak kettőt kellett hozzátenni az egyház kerületnek az emberek adakozásához, hogy a családnak legyen egy másik háza, és legyen újra családi otthon, élettér.
Tehát itt is összefognak az emberek egymásért. Lelkileg nehéz most. Ma nem tudjuk, hogy ezt a kiló cukrot én odaadjam, vagy maradjon meg áramszünet, vagy maradjon otthon. Merjek, úgymond adjam tovább, majd nekem lesz belőle, nekem nem fog jutni. Nehéz ez, és itt az Istenben vetett hit, a reménység, a közösségbe, közösséghez tartozás, tudat nagyon sokat számít, hogy lehet, hogy itt nekünk nehéz, de Budapesten nem olyan nehéz. Ott is megváltozott a helyzet, Kolozsváron is más lett a helyzet, mert egy gazdasági válság okozza ezt a háborút, és nem a háború okozza a gazdasági válságot, ezt is be kell vallanunk, akár tetszik a nagyvilág politikájának, akár nem. De ebben a helyzetben is van egy összetartozás, és van egy sorsközösség, van egy felvállalása egymásnak. És én azt mondom, hogy aki többet kapott, az a többjéből adhat, aki a kevesebbet, az a kevesebbéből. De törődjünk egymással, és figyeljünk oda egymásra is. Én úgy gondolom, hogy helyben is, akár Erdélyben, akár Magyarországon, vagy Felvidéken, vagy a Szerbiában élő testvérek is többször eljöttek már hozzánk adományaikkal, ők is próbálnak segíteni. Ott is látni kell az elesettet, ott is segíteni kell azon, aki bajban van. De pont az az összefogás, ami ott él, lehet olyan nagy hatású, hogy eljut országhatárokon túl, akár ide Kárpátaljára. Én úgy gondolom, hogy az egész értékrendjét az európai embernek meg kell, hogy változtassa ez a háborús helyzet, és az, ami a jó módunkban elkezdte a vesztünket okozni, arról le kell mondani. Az Isten tagadásról, a nemtelen ember programjáról, arról a szabadságról, ami pusztít és nem épít. Köszönöm szépen, püspök ura, a beszélgetést. Közben kedves nézőink láthatják, hogy éppen áram kimaradás van, és emiatt a fényviszonyaink megváltoztak. Két gondolattal szeretném zárni, ami számomra nagyon-nagyon sokat jelent az én életvitelembe, az én embertársi kapcsolataimba. Az egyik ilyen lelki ajándékot egyszer a Szentföldön kaptam, amikor a kenyér és hal megsokasításának a helyszínén jártunk, és próbáltam személyessé tenni az ott történteket, hogy mi lenne az, hogyha Jézus most mondaná, hogy ültesd le és vendégeld meg az 5000-et. És egy nagyon szép gondolat jelent meg akkor bennem, amit azóta is a szívembe hordozok, meg pedig az, hogy Isten nem azt várja el, hogy egyszerre 5000-et, hanem azt várja el, hogy a mellettem levőt. És nem azt várja el, hogy teljesen feladjam önmagam, hanem azt várja el, hogy megosszam azt, ami az enyém. Ő nem azt várja, hogy én egy veszélybe sodorjam magam azért, hogy a másik élhessen, hanem azt várja, hogy odaszegődjek a másik mellé, és ketten tudjunk haladni, hogy mind a ketten életbe tudjunk maradni. Ez egy olyan lelki ajándék volt számomra, ami azóta is minden nap egy újabb és újabb motivációt ad, hogy emberek felé forduljak, és a magam egyszerű lehetőségeivel és apró, kicsi forrásaiból tudjam megosztani. És így tudjunk elindítani egy olyan folyamatot, ahol aminek a végén az 5000. ember is jól lakik, és még majd össze is gyűjtünk 12 kosárnyi maradékot. És a másik dolog, amit kedves nézőinkhez intéznék, van Erdélyben egy nagyon szép szokás, hogyha egy erdélyi családhoz váratlanul egy vendég betér, és a család éppen az asztalnál fogyasztja az ebédjét,
akkor a háziasszony jó szívvel meginvitálja vendéget, és azt mondja, hogy tarts velünk, mert ahol egy család jól lakik, ott még egy tányérra való kikerül. Kedves nézőink, én ezzel a tiszteletteljes kéréssel fordulok mindannyiukhoz, hogy mindannyian a családi asztalunk mellé egy képzeletbeli tányérra, azt a tányérra valót tegyük oda, amiből egy levesnyi összegyűl. És mindegyik tegyük ezt meg, amíg a kárpátaljai testvéreink élete biztonságossá nem válik. Most rajtunk a sor. Azért, hogy felelősséget vállaljunk egy olyan közösségért, amelynek a léte forog kockán. És én hiszem azt, hogy az Úristen a jókedv adakozónak az életét megáldja gazdagon. Az Úristen legyen őriző pásztorunk Kárpátalján, Erdélyben és egész Kárpát-medencén az előttünk álló hét és az előttünk álló reményteljes év mindennapján. Kövessék műsorunkat a Hitélet Facebook oldalán és az Erdély Magyar Televízió YouTube csatornáján.